Köszönöm szépen. Az előbb kicsit meglepődve hallottam, amikor azt mondta a miniszter úr, hogy mindig csak egy dologról beszélünk, egyetlen egy projektről, programról beszélünk, Farkas Flórián projektjéről. Hát ott is van több. Az államreform, roma államreform programról, nem tudom, hallotta, az 1 milliárd forint ment el, és ezért elvileg 8000 ember kapott egy 30 órás érzékenyítő tréninget, nagyjából 300.000 forintért, de ezen kívül nagyon sokat mutatunk be. Most én egy másikkal készültem. A Klikben 2015-ben nagyjából 1 milliárd forintért, 900 millió forintért vásároltak programokat. Ezt átvették nagyon érdekes körülmények között, mert aláírt egy ugyanaz az ember, ugyanazon a napon aláírt egy teljesítési igazolást, hogy ki lehet fizetni, utána pedig egy nagyon hosszú hibalistát, hogy nem működik a program, és kapnak még fél év haladékot. De az az információ jött, hogy ez még mindig nem működik, tehát másfél év múlva, 2017 májusában sem működnek ezek a programok, és amikor én kértem, hogy ebbe hagyd nézzek be, akkor körülbelül egy fél évet kellett várni, amíg megengedték. Amikor bementem, akkor elkezdtük sorra venni. HR rendszer nem működik, vagyonnyilvántartás nem működik, egységes adatbekérő program nem működik, beszerzési programok nem működik, vezetési információs rendszer nem működik. Hát mondom, mit használnak helyette? Excel táblát használnak helyette. Mindegyikre az volt a válasz, hogy majd az működni fog, kaptunk rá engedélyt, majd elindul. Az átállás miatt kellett, ami mondjuk 2017. január 1-ben volt, nem pedig 2016. január 1-ben. Ezzel sebből vérzik, azonban a legszörnyűbb és legérthetetlenebb tétel, az egy tanügyi rendszer volt. Van egy olyan program, hogy tanügyi rendszer, amelyiknek fő feladata az a beiratkozásoknak a rendezése, és erre a tanügyi rendszerre azt a választ mondták, hogy 2016-ban használták, de 2017-ben már mást használnak, a Kréta rendszert használják. Tehát a kérdésem az, hogy mit lehet a 120 milliós programmal csinálni, amit már nem használnak, el sem kezdték, és már helyette más használnak. Én azt hiszem, ezt vissza kell fizetni az uniónak, és az pedig hiányként fog megjelenni a költségvetésben. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Lázár János miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Szinte már hizelgő, hogy egy képviselőtársunk, aki nem olyan régen még pártársunk is volt, mielőtt az árulók sorát gyarapította volna. Tehát egy korábbi pártársunk és képviselőtársunk úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakból minden egyes Európai Uniós pályázatot fejből ismerek, és két perc alatt bármelyiket a több tízezerből itt tudom ismertetni. Szerencsére Csepregi államtitkár úr, aki hatházi képviselő kollégának a munkásságát szakértőként követi, regisztrálja azokat az ügyeket, amelyet képviselőtársunk földolgoz, és próbálunk ezekre reflektálni. Úgy tudom, hogy képviselő úr a jegyzeteimből, amit nekem a kollégáim összeállítottak az ön által eddig elvégzett munkásságból, tehát ebből az derül ki, hogy ön, mint ahogy itt elmondta, járt a Kliknél, és megpróbálták ezt az informatikai rendszert üzemeltetni, illetve megnézte azt, hogy ez hogyan működik, és akkor a kollégáim tájékoztatták arról, hogy mi az, ami már működik, és mi az, ami nem működik, és ami nem működik, azt is elmondták önnek a kormány munkatársai a Kliknél, hogy miután 59 tankerületi rendszerben, tehát külön tankerületi rendszerben működik a dolog, tehát nem egy egységes irányítási rendszer lesz, hanem tankerületi irányítási rendszer lesz, ezért az informatikai rendszeren módosítani kell, tehát a szoftvert tovább kell fejleszteni, és éppen ezért tudtuk az Európai Bizottságnál jóváhagyatni azt, hogy a végső döntésnek és a végső eredménynek 2017. december 31-ig kell megszületni. Tehát ön most korábban a megvalósítási határidő előtt kérdezi meg, hogy működik-e már ez a rendszer, nem működik még teljességgel, azon dolgozunk, hogy teljesítsük a feltételeket, és december 31-ére kész legyen. Nagyon szívesen állunk képviselő rendelkezésére abban az esetben, hogyha a munkát elvégeztük. Kérjük, hagyjon még a végrehajtó hatalom lassan örlő malmainak lehetőséget, hogy december 31-ig a hiányosságokat és a munkát elvégezzük, a hiányosságokat pedig pótoljuk. Köszönöm szépen, miniszter úr! Egy perces viszont válaszra Hadházi Ákos képviselő úré a szó, parancsolja. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon gyönge ér volt, ezt minden programnál elmondták, hogy változott a rendszer, változott a szisztéma, de ahhoz képest egy évig nem csináltak vele semmit. Másrészt pedig nekem programozók azt mondják, és szerintem ez életszerű is, hogy azért, mert kevesebb vagy néhányal több hozzáférést kell adni egy lekérdezéshez, ezért ez nem kell, hogy olyan nagy feladat legyen. A lényeg a kérdésben, az viszont a tanügyi rendszer. Ebből a 9 rendszerből az egyik 120 millió forint volt. Még egyszer mondom, beiratkozásokat kéne
ezzel intézni, illetve az iskolákban a tantárgyak felosztását kellene intézni, azonban ennél mást válaszoltak, itt azt válaszolták, hogy ezt elkezdték használni, és a 2016-os beiratkozásoknál ezt a rendszert használták, azonban jött Pölöskeiné, ez elhangzott ötször is, jött Pölöskeiné, és ő azt kérte, hogy ne ezt használjuk, hanem a Neptun Kréta rendszer. Tehát ennél a rendszernél már nem mondhatják, hogy ezt használni fogják, mert ott nekem elismerték, hogy már ezt a 120 milliós teljesen kidobták, 2017-ben már a Kréta rendszert használták. Ezzel a 120 millió forinttal mi lesz? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy perces viszontválasz illeti meg Lázár János miniszter urat is. Parancsoljon, miniszter. Köszönöm szépen. Sajnos nem rendelkezem olyan képességekkel, mint képviselőtársam. A tempót tartani nem tudom, ezért csak azokból az ügyekből tudtam most szakszerűen fölkészülni, amelyeket eddig említett, és ahol vizsgálatot rendeltem el, és a vizsgálatok lezárultak. A mostani ügyben is vizsgálatot fogok elrendelni, már meg is tettem ezt, mint az előbb kiderült, valamennyire már tájékozott voltam az ön által felvetettekben, és a vizsgálat eredményéről, ha a parlament valamilyen lehetőséget biztosít, akkor tájékoztatni fogom széles nyilvánosságban, de írásban mindenféleképpen. A közszolgálati egyetem ügyében részletesen tájékozottam egyébként, és azt kell mondanom, hogy az egyébként egészen megdöbbentő ajánlatkérési ár megegyezésnek az oka az, hogy egy 4,5 milliárdos keretösszegről van szó, amit 121 tételre írtak ki, és miután a keretösszeg az 4,5 milliárd forint, ezért a keretösszeg részeinek a végén 4,5 milliárd forinttal egyeznie kell. Egyébként jelzem, hogy a szabálytalansági vizsgálatot rövidesen véget ér, és ha esetleg jövő héten nem lesz parlament, de szeptemberben, hogyha kérdez, akkor már biztos tudok válaszolni több kérdésére is. Köszönöm szépen a lehetőséget.